az előző részek tartalmából. Bár jobban kezdett volna, de nem érdekes. Jó a hármas is. A hármas tényleg egész klassz. Parancsolj! Elkényezteted. Megérdemli. Nem kellene betakarnunk az útra? Á, hiszen meleg van. Nick, merre van a tűz? Szeretnék csatlakozni. A feladat? Megkeresni az áldozatot, és haladéktalanul kihozni. Ki kezdi? Majd én. Nem lenne jobb, ha mi kezdenénk? Lássa, hogy kell. Késő, Toby. Jody kezdi. Bemutatom az új üzlettársamat. Ryan McLeod lovas kiképzés. McLeod Ryan. És később fedeztetéssel is foglalkozunk. Egyre többet megtudok a vidékről. Helyes. Hogy a büszkeség milyen fontos. Senki sem kér bocsánatot, ha tévedett. És a nők meglepőek. Ha szeretnél egy saját birtokot, kaphatsz. Már bizonyítottál. Figyelj, szeretnék bocsánatot kérni a történtekért. Felejtsd el. Én is sajnálom. De még sosem volt olyan kincsem, amilyen viharfelhő. Ez aztán a szép látvány. Ó, igen. Meghozza majd a szerencsénket. Csak ha Claire beleegyezik. Kénytelen lesz. Vétek visszautasítani. Remélem igazad. Tudom. Fedeztetés? Viharfelhővel. Remek alany lenne hozzá, és ezzel nem zavarjuk a betanítást. Bérbe vesszük a földedet. Részesedést kapsz. Potya pénzt. Olyan nem létezik. Minden versenyen megkérdezték, hogy nem szeretnénk-e fedeztetni. Most kell lépnünk, mert ha lekésünk a szezonról, várnunk kell egy évet. Végül is mindig jól jön egy kis plusz pénz. Kockáztatnánk a jó híremet. Csak növelni fogjuk. Veled van a legtöbb esélyünk arra, hogy beváljon. Esküszöm, jól csináljuk. Nagyon szeretnéd? Igen. Hogy mondhatnék erre nemet? Akkor megbeszéltük? Megírom a szerződést. Köszönöm. Köszönjük. Később lesz majd saját birtokunk. Akkor nem kell majd osztozkodnunk a hasznon. Ó, csak most kezdtünk. Remélem már az első évben lesz hasznunk, hogy Claire megnyugodjon. Annál többre jutunk. Birodalmat építünk. Sosem hittem, hogy vállalkozásom lesz. Ha velem maradsz, ez csak a kezdet. Magyar hangok. Urbán Andrea, Spilák Klára. Mezei Kitti. Németh Borbála. Haas van der Péter. Bozsó Péter. Andres Kati. McLeod lányai. Mit gondolsz, Bobó? Jó ötletnek tartod? Ó, hiszen mindig erre vágytál. Lófedeztetés Red Roversen. De úgy, hogy én csinálom. A saját módszereimmel. Bekiék fogják vezetni, igaz? Elméletben igen. Ambiciózusak. Munka nélkül jutunk majd plusz pénzhez. Ezek szerint így másra is jut majd időnk. Mire kellene? Nincs semmi, amire időt szakítanánk, igaz? Talán beszélni valakivel, aki se nem ló, se nem baba.
veled beszélgetek. Tudom, de én nem vagyok facér, bonzó, izgató pasi. Ezt jól látod. Nem foghatod arra, hogy el vagy zárva. Az internet mindenhová eljut. Házasság közvetítő lettél? Nem gondolod, hogy ideje lenne férfiak társaságát is keresni? Már gondoltam rá. Nem tehetek róla. Amikor ég a hátad, az a lényeg, hogy ne ragadj bent. Nem ragadtam bent, itt vagyok. Mert megfordult a szél. Nem engedelmeskedtetek. Nem büntethetsz meg, nem én álltam a széllel szemben. Nem, de te csak azzal törődtél, hogy Johnny cukkolt. Úgyhogy büntetés jár érte. Milyen büntetés? Látni akarom rajta a tükörképemet. Ha előbb kezditek, előbb is végeztek. Kaptad, mert olyan idegesítő okos tojás voltál. Muszáj mindig neked nyerned. Igen. Szia. Szia. Most már délben zuhanyzol. Toby Fry miatt. Figyelj, hallottam, hogy Claire társa lettél. Így is mondhatjuk. Az klassz lesz. Most már te osztogatod az utasításokat. Most hogy lesz tovább? Holnap kapunk egy feltűzelőményt, Dustyt. Ó, szegény, micsoda aljasság. Mm-hmm. Beveti a poénjait, ő fizeti a vacsorát, és más valaki kapja meg a nőt. Ó, már meg is jött az első kuncsaftotok. Jó napot, Neil, mi szél hozta ide? Jake-et keresem a fedeztetés miatt. Ó, milyen helyes kis jószág. Az anyjára hasonlít, kiköpött olyan szeme van. Csodálom, hogy még nem tereli a birkákat. Ó, majd a jövő héten. Már is élesben játszottok? Jake már felkészült. Tudtam, hogy igent mondasz nekünk, ezért már körbejártam. Claire, lenne magához egy kérdésem? Én irányítom a fedeztetési programot. Muszáj itt tartani Lady-t, hiszen csak egy ugrásnyira lakom. Benne van az árban. A megfelelő táplálék és az ultrahang beletartozik. Jake, Neil a szomszédunk. Minden ügyfelem ugyanazt a gondoskodást kapja. Körbevezetem. Új karámokat fogunk felhúzni, úgyhogy amit... Elég magabiztos, nem? Igen, határozott. Ma reggel kezdünk, de már rengetegen jelentkeztünk. Születési idő? Még nem kell hazudnunk. Évek óta üzletelgetek Neillel. Csillagjegy? Erre Jake átveszi a vezetést. És ez a dolga, foglalkozás? Lóidomár. Milyen csodát művelsz? Randi vonal. Tudod, hány farmer keres feleséget? Nekem nem kell feleség. Ez nevetséges. Hobbi? A lovak. Legjobb barát? A lovam. Ha nem veszed komolyan, magam írom be. Felőlem. Ó, de mit írjak, milyen legyen a keresett férfi? Jóképű, vonzó, remek humorérzéke legyen. És jó az ágyban. Kár, hogy nem tudtok klónoztatni.